Sok szeretettel köszöntöm az ige hirdetők mai adásának nézőit, és nagy szeretettel köszöntöm Kulcsár Sándor atyát, a Szent Rita templom plébánosát, dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökkel köszöntelek téged is, és a tévénézőket is. Sándor atya, most itt vagy velünk egy kerületben, úgyhogy szeretnénk egy kicsit jobban megismerni. Onnan szoktunk indulni, hogy miért lettél pap? Ó, nagyon egyszerű. Isten hívott. És hogy kaptad a hívást? Azért ennek egy kicsit hosszabb története kell, hogy legyen, hiszen a meghívásnak mindenkinél van egy egyedi, egyéni útja. Hát ez egy jó történet. Én egy református családból származom. Apukám az teherautósofőr volt, anyukám a szociális gondozó ápolónő, és hát reformátusként nőttem fel, úgyhogy én konfirmáltam is, tehát meg volt minden, ami ehhez kell. És hát a legelső, amit így a hit, azt a szüleimtől kaptam, és hogy minden vasárnap mentünk templomba, református templomba, de anyukám nagyon ökumenikus szellemben nevelt fel minket, de nagyon szegény család voltunk, és nem tudott, hát nem nagyon volt csokoládé, még ilyesmi karácsonykor, és a templomokban, akkoriban még karácsonykor kaptak a gyerekek ilyen kis piros csomagot, benne magyaróval, csokoládéval, cukorral. És akkor anyukám elvitt minket a testvéremmel, a bátyámmal először a református templomba, sorba álltunk a csomagért, és ugyanúgy átmentünk a katolikus templomba is, és akkor így megvolt az édesség karácsonyra. De ez mindenképp megvolt, ez, hogy minden vasárnap kötelezően szűk lakcipő, kis öltöny, vagy valamilyen kis szép ruha, és így mentünk a templomban. Nekem annyira nem tetszett, legalábbis így emlékszem rá. És akkor így ment ez, mondjuk úgy nagyjából serdülök koromig, egy kis faluban nőttem fel Sárkeresztőn, és amikor 8 éves voltam, akkor elköltöztünk Székesfehérvárra, és amikor én 3 éves voltam, akkor a szüleim elváltak. Úgyhogy én a testvéremmel együtt anyukám mellett nőttünk fel. Rendszeresen látogattuk apukámat, de ez a válás volt, az azt hiszem az életemben az az alapvető dolog, amit nem tudtam elfogadni. Se gyerekként, se felnőttként, se sehogy. És így utólag visszagondolva, mondom, mert ez fontos a hivatásba is, hogy ezen kívül, vagy ezen keresztül az ördög elhitette velem, hogy nem létezik a szeretet. De nagyon mélyen, nem az volt, hogy de ez egy hang volt, egy belső hang, hogy nem az, hogy nincs Isten, hanem az, hogy nem létezik a szeretet. Ha a szüleim elváltak, akkor nem létezik a szeretet, és én akkor ezt úgy tudnám megfogalmazni, úgy éreztem, mint amíg egy papírlapot ketté tépnek, hogy én az én szívemet is ez a válás így ketté tépte. És aztán, amikor serdülő lettem, meg ilyesmi, akkor sok minden érdekel, sok minden foglalkoztatott, néha jártam templomba, ott jól felidegesítettem a református ilyen hittanítókat, mert engem minden érdekelt, a hinduizmus, buddhizmus, a görög filozófia. Egyik ismerősömtől kaptam egy könyvet, a Szent Ferenc Hivarettiét, és akkor ez volt, azt hiszem, az egyik fontos dolog, ami miatt én katolikus lettem. Tehát amikor olvastam azt a Szent Ferencnél, hogy van ez, amikor kérdezi, nem tudom, Leó testvért, hogy tudod-e mi a tökéletes boldogság, a perfecta letícia, mondja, hogy nem tudom, és akkor elmenni, mindenféle viszontagságokat elmesél, hogy mi történik, tegyük fel velük, és ha mindezt Isten szeretetéért elviseled, akkor ez a tökéletes boldogság. És akkor azt mondtam, hogy na, ez az, ami nekem nincs meg. Hát én csak akkor érzem jól magamat, akkor, ha minden rendben van, hogyha minden úgy történik, ahogy én szeretném, hogyha elfogadnak engem barátaim, vagyok, nem tudom, de ez, hogy a viszontagságokban, minden nehézségben látni az Isten szeretetét, azt mondom, ez nekem nincs, én ezt szeretném. És nagyon vonzott másrészt az eukarisztia, mert ugye én jártam a református istentiszteletre, és akkor ott volt, hogy ez csak jelképe annak, amit Jézus az utolsó vacsorán tett. Én még olvastam az evangéliumot, de nem azt mondja, hogy a jelképe. Itt az van leírva, hogy ez az én testem, ez az én vérem. Úgyhogy eléggé szabálytalan módon elkezdtem járni katolikus misékre is. Ez mikor volt?
Hát, ez olyan 16-17 éves koromban. Tehát kázi egy ilyen kamaszkori lázadásként szinte? Hát, a lázadás az ennél erősebb volt. Bár érdekes módja azért egy kamasznál ez is. Nem, hát a lázadás, sok mindennel szemben. Amikor én ilyen kamasz voltam, hát nagyon elviselhetetlen voltam. Nagyon rossz, hát mondom, elég rossz gyerek voltam, vagy fiatal. Én szakmunkás képzőt végeztem, és férfiruha készítő a becsületes szakmám, és amikor ezt se akartam elvégezni, én festőművésznek készültem, és azt gondoltam, hogy olyan óriási tehetség vagyok, hogy a világ önmagától fel fogja ismerni ezt. Tehát nem kell semmit sem csinálni, a világ fel fogja ismerni, hogy én mekkora tehetség vagyok, ezért nincs szükség a tanulásra, semmire sem, mert egyszerűen ez mindenki számára nyilvánvaló lesz. És ezért hát nagy nehezen befejeztem ezt az iskolát, apukám külön kérésére, és akkor utána, nem tudom, kidobtam a könyveket, hogy nincs többé tanulás, nem érdekel az egész, tehát én nem fogok többet tanulni. Ehhez képest a mai napig még tanulok. De, és ezen kívül még azt gondoltam, hogy kevés jó ember van a világon, de az egyik én vagyok. Tehát, hát egy ilyen voltam. Kell egy kis önbizalom végül is. Hát ez nem önbizalom volt inkább, és tele voltam haraggal mindenki iránt, és nem tudtam elfogadni senkit, és saját magamat sem. Tehát egy ilyen kettősség volt az életemben, hogy nagyon vágytam a szeretetre, a boldogságra, de amikor megkaptam, nem tudtam elfogadni. Nagyon furcsa dolog, de így van. És hát hogy nem, akkor ugye nagyon vonzott engem az eukarisztia, az evangélium, Jézus személye, mert Jézus személyében találtam meg én az igazi lázadót. Tehát én egy lázadó vagyok, az biztos, de láttam, hogy ő abszolút, szerintem a lázadók mind a képe. Tehát valaki, aki teljesen szembe megy az elvárásokkal, aki nem nézi senkinek a szemét, aki nem akar képmutatásba, hazugságba élni, hanem komolyan éli az életét is, és kitart amellett, amiben ő hisz. Tehát szerintem ő egy nagy lázadó volt, vagy ma is az, és talán sok minden volt, tehát a lázadásnak sok minden része volt, de talán ami így a hivatás miatt fontos volt, az, hogy valahogy jött ez a, hát egy butaság talán, hogy a barátaimmal, hogy csináljunk szentmisét. Tehát akkor én még református voltam, elmentünk a barátokkal, kenyér, bor, elmondtuk, vagy én elmondtam, hogy mi volt az evangéliumban, tehát ez nem volt egy szentségi dolog, meg nem is, de mi fiatalok gyakorlatilag eljátszottuk a szentmisét. Talán ez is valami jel volt, és aztán igazából nem tudom, hogy hogyan, de egyszer csak feljött bennem, hogy én pap leszek. Katolikus pap. Na most ez reformátusként azért nem olyan egyértelmű. És hát akkor és úgy, hogy nem is volt érettségim. Tehát egy szakmunkás végzettségem volt, református voltam, és írtam különböző a helyi püspöknek, a pécsi püspöknek, a nem tudom milyen püspöknek, hogy hát ez a helyzet, én szeretnék pap lenni, érettségim nincs, tehát valahogy ezt be lehet pótolni, vagy nem tudom mi, akkor mindenhol nagyon megköszönték a levelemet, és mondták, majd, ha lesz érettségi, akkor nagy szeretettel várunk. És egyetlen hely volt, ahol egy pozitív visszajelzést kaptam, azok Pannonhalmi bencések voltak. Elmentem Pannonhalmára, hogy írtak egy levelet, hogy gyere egy-két napra, nézd meg, megbeszéljük, és aztán utána, ha akarsz, itt maradsz. És akkor, aki a novícius mester volt, Cirill atya, most ő a főapát. És hát ott elmentem, körülnéztem, nagyon hát szimpatikus volt, de ez egy ilyen mesevilág, egy
pláne úgy, hogy én egy református közegből jöttem, egy apátság, a pannonhalmi apátság, a könyvtárban dolgoztam aztán, és amikor ott voltam, jó, hazamentem, és mondtam, hát én ide elmegyek. Elmentem, ott hagytam csapot, papot, mindenfélét, nem volt annyi egyszerű, mert otthon hagytam egy csomó adósságot, tehát nem voltak ezek az utak mindig olyan szabályosok, meg egyszerűek, de hát az Isten csak-csak kibogozta ezeket, és ott Pannonhalmán ott tettem le a hitvallást, ott katolizáltam, ott voltam első áldozó, ott gyontam, és olyan volt, mint egy jegyesség, nem tudom. Tehát életemnek egy legszebb időszaka volt. Azt hiszem, hogy 7 hónapot voltam ott, de hát azért valahogy kiderült, engem akkor nagyon érdekelt a misszió, és akkor azon bosszankodtam, Bence, csak miért nem csinálnak missziót? Végre lehet. És hát akkor próbáltak, elküldtek a jezsuitákhoz, hogy nézzek körül a ciszterekhez, de nem tudom még hova. Aztán valahogy kiderült, hogy hát azt mondták nekem, azt mondta Cyril atya. Konkrétan, hogy nem tudja, hogy mi a hivatásom, egy biztos nem Bencés. És akkor gondoltam, hogy hát jó, és hazajöttem, és volt 3 dolog az életemben, amit ott Pannonhalmán kaptam, hát azon kívül, hogy katolikus lettem, ami nekem meghatározó volt. Ugye minden nap a zsolozsma, az imádság, a zsoltárok éneklése, a közösség, mert mégiscsak az egy közösség, nem egyedülálló emberek vannak, hanem egy közösségben élnek, és nagyon sok szó esett a II. Vatikáni zsinat megújulásról, az egyház megújulásáról a II. Vatikáni zsinat által. Nem értettem semmit, de ez nekem nagyon szimpatikus volt, és akkor, amikor én visszaérkeztem, akkor elkezdtem járni Székesfehérváron a Jézus szíve plébániára, Kis János atya volt a plébános, akiről nemrég volt itt egy műsor, szerintem a születésének a 100. évfordulója volt, és egy különleges ember volt, és hát ő fölkarolt engem. Akkor elintézte, hogy elkezdjem levelező tagozaton, vagy estén a gimnáziumot, ami nagyon nehéz volt, mert én nem bírtam megmaradni a munkahelyemen, tehát nem voltam semmibe se kitartó. Megtetszett, ott voltam, és akkor pár hónap után, fél év után nem bírtam, tovább mentem. Mennyi idős voltál ekkor? 20 éves. Uh-huh. És akkor, de ő elintézte, hogy fölvegyenek a József Attila gimnáziumba, a mostani Ciszter gimnáziumba, így kvázi év közben, és elkezdődött ez a, ami aztán 5 évvel később meg is szereztem, tehát azt hiszem 25 vagy 26 voltam, amikor leérettségiztem. Mert az összes barátom, akikkel én ismeretség volt, már rég lediplomáztak. Mindenkinek már itt voltam, ott volt egy diploma, én akkor érettségiztem. És időközben aztán azért valahogy ez a papság való hívás, az egész ugye elmaradt, eltűnt, nem tudom hogy. És ekkor volt az, hogy ezen a plébánián jöttek budai emberek, pesti emberek, és hirdettek egy katekézis sorozatot. És ez, ahogy hallottam félfüllen, neokatekumenális útnak a katekézis, mondom, hallottam én erről annyi rosszat, nem baj, azért megnézem milyen. És akkor meghallottam ezt, hallgattam ezeket a katekézéseket, először csak úgy, ez jó, ez nem jó, és volt egy pont, amikor ez nagyon érintett engem. Mert azt látom, hogy itt vannak emberek, akiket életemben nem láttam, nem is olyan szimpatikusak, de arról beszélnek, ami az én legmélyebb problémám. Hogy mindig menekülök a szenvedés a kereszt elől. És teljesen megdöbbentem, hogy azt, amit én soha senkinek nem mondtam el, ezek az emberek, úgyhogy nem is ismertek engem, erről beszélnek. Ja, akkor valaki megérintett, és kaptam egy reményt, azt ígérték, hogy pontosan ezen a kereszten, amiben egész életemben ezzel a kereszt előbb menekültem, itt fogok találkozni Krisztussal, és itt fog az Isten nekem egy bizonyságot adni arról, hogy ő létezik, hogy ő föltámadt. Nem jó.
És akkor így elkezdtem járni ebbe a közösségbe, aki esetleg nem ismeri, a neokatekumenus út közössége, a 60-as évek kezdve a Spanyolországban, Kiko Argelló és Carmen Hernández voltak a kezdeményezők, Kiko még él, és hát ez a keresztség felfedezésének az útja. Különböző szakaszokon keresztül, közösségbe járva, a zsoltárokat énekelve, egyre mélyebben megéljük a keresztségünket. És én elkezdtem ebbe a kis közösségbe járni, és hát ott is nagyon elviselhetetlen voltam. Lehet, hogy ez a múlt időt nem kell itt használni. De az Isten ezen keresztül elkezdett engem formálni. És ez a közösség adott nekem erőt arra, hogy ki tudjak tartani a munkában, a tanulásban, hogy kezdjek felnőtt keresztény hitet élni. És itt különféle karizmák vannak ebbe a közösségbe, és akkor így ezen keresztül sok katekézist tartottam egy csoportban, vagy különböző csoportokban Magyarországon, főleg a Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegyébe. De ez a hivatás, ez valahol, én mindig csak azt érzem, misszióba akarok menni, tehát a papság volt némi ellenérzésem, mert azért azok a példák, amiket láttam, azok nem voltak nekem meggyőzőek. Én azon gondolkodtam mindig, amikor Szentmisén voltam, hogy mikor mondja már el azt a pap, hogy Isten szeret titeket. De sohasem jött el ez a pillanat. Mikor mondja valamelyik pap, hogy Isten szeret téged? És aztán valahogy nem tudom, tehát én mindenképp, hát én is azok közé tartozom, akik mondjuk így, hogy második János Pál pápa gyerekei, mondjuk így, akik ő rajta nőttünk fel, az a nemzedék, az a generáció. És én engem nagyon érintett mindig, amikor a családról beszéltem, itt a közösségben is nagyon fontos az élet továbbadása, a keresztény család, a hit továbbadása ebbe a keresztény családba, és én szerettem volna megházasodni sok gyerekkel, minimum 11, hogy egy foci csapat meglegyen, és ebben voltam, és volt az életemnek egy olyan időszak, amikor, hogy is mondjam, hát egy kettősség volt, mert egyrészt ez 2004-ben volt, amikor a apukám meghalt. És előtte volt egy ilyen időszak, amikor már nagyon beteg volt, már nem látott jól, és sokszor látogattam, emlékszem, elmentem hozzá egyszer, olyan volt, hogy öreg Izsák, már nem látott, és mondom neki, apu, áldj meg engem, még sose áldottál meg engem, és mondom, kisfiam, hogy kell csinálni? De így ráteszed a kezedet a homlokomra, és akkor mondod, hogy megáldalak téged az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Jó, megáldalak téged az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. És az én szüleim 30 évig nem beszéltek egymással. Tehát komoly dolgok voltak, és én úgy nőttem fel, hogy sose láttam azt, hogy egy jó szavuk lett volna egymáshoz. Soha. És akkor, amikor apukám nagyon leépült, hogy nem, anyukám elkezdte őt gondozni, járt oda hozzá, gondozta, ápolta, hetente kétszer-háromszor elintézte az ügyeit, és amikor már apukám kórházban volt, egyik alkalommal, hát engem mindig nagy örömmel fogadott apukám, én beszélgettem vele, és egyszer csak bejött anyukám, és látom, hogy apukám föláll, és akkor azt mondja, hogy Marika! És anyukám meg elpirul. Hogy ez az Isten csodája, hogy két ember, akit ennyire meggyötört az élet, mind a kettőknek volt bőven nehézség és szenvedés az életükbe, hogy az Isten képes volt ezt az egészet, a betegségeket, a nehézséget arra fordítani, hogy ők kibéküljenek. És nem csak, hogy kibéküljenek, hanem láttam azt is, hogy szeretik egymást. És akkor volt az, azt hiszem, az egyik ilyen gát,
ami bennem átszakadt, mert ezt tudat alatt mindig magamba hordoztam, hogy nem létezik a szeretet. Ezt, amit az ördög elültetett a fülembe, gyerekkoromban, a szenvedésen, a válláson kezdve, nem létezik a szeretet, és egyszer csak láttam, hogy ha van ez a megbocsátás, már pedig van, akkor létezik a szeretet. Mert ugye, ha tegyük fel, én igent mondok az Istennek, hogyha én odaadom magam, hogy mert papként odaadom magam az Istennek, hogy ráhagyatkozom, ahhoz hát bolond az az ember, aki olyannak adja magát, aki nem szereti. Ez egy kötözni való bolond. És a szívem mélyén ezt az ördög elültette, hogy ha nem létezik, mert ha nem létezik a szeretet, akkor Isten vagy nem jó, vagy nincs. Ez a következő. És elhitette velem, hogy az Isten nem jó. Hát persze, hogy az ember nem akarja átadni magát, akiről igazából azt gondolja, hogy nem jó. Aki nem szereti őt. És ez volt egy ilyen mérföldkő az életemben. A másik pedig második János Pál pápa halála volt. És akkor volt az, talán emlékezel rá, hogy még a halál előtt egy-két héttel, vagy egy héttel, ott volt a Vatikánban, ott az ablakban, és kiment beszélni vasárnap, hogy mondjon pár szót. Aztán ott nagy hét előtt volt. Vagy igen, vasárnap, és nem jött ki hang a torkán, és én láttam, hogy én rá is csapod az ablak párkányra, hogy nem tud. Igen. És hát ez nagyon érintett engem, hogy mert ebben láttam Krisztust, mikor van az, hogy Pál apostol mondja, hogy egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És én láttam, hogy valamilyen módon értünk, halt meg. És én nagyon foglalkoztatott engem, hogy mit akart mondani. És utána volt a Ryan az olasz tévén egy kis sorozat második János Pál pápáról, és akkor ott volt a titkára, és az orvosai, mindenki is beszélt, hogy azért tolták oda ki, mert előtte még beszélgettek vele. Tehát nem, egyszerűen beszélgettek vele, de amikor oda kiment, vagy kitolták egy ilyen kis széken, hiszen nem jött ki a hang a torkán. És akkor engem nagyon foglalkoztatott, hogy mit akart mondani. Mi lehet ez? És én a magam részére ezt úgy fordította le, szerintem ugyanaz, mint amikor volt a legelső beszéde, miután pápává választották, akkor volt ez a híres beszéde, amikor mondta, hogy tárjátok ki a kapukat Krisztusnak. És akkor mesélték a rómaiak, akik ott voltak akkor, hogy előtte volt első János Pál pápa, aki egy nagyon kedves, de nagyon halkszavú ember volt, és az összes mikrofon minden ő hozzá volt beállítva. És amikor jött második János Pál pápa, aki ugye színésznek készült, volt egy orgánuma, mondták, hogy zenget, minden zenget, és akkor ugye úgy van, hogy ugye aprite le porte, nyissátok ki az ajtókat, nyissátok ki a kapukat, aprite, ancip spalancate, és volt a Rómában, én Rómában jártam szemináriumban 5 évig, ott egy olasz tanárunk, egy nagyon kedves hölgy, aki minket külföldieket olaszul tanított, és akkor ő elmagyarázta, hogy nagyon képletesen mit jelent aprite, kinyitni, és spalancare, kitárni. És ott a konyhában, étkezőben ültünk, ugye ilyen kerek asztalnál, és akkor itt volt a konyha bejárat, ilyen két oldal ilyen ajtóval, és akkor oda ment az ajtóhoz, és azt kihúzta, ez az aprite. És utána bement, és kirúgta az ajtót, mind a kettőt egyszer, azért, bum, ez a spalancate. Tehát, hogy rúgjátok ki az ajtókat Krisztusnak, ez volt a... És amikor én ezt gondoltam, mit akart mondani a pápa? Mit akart mondani a pápa, ami annyira fontos volt? És azt mondom, hogy ezt, hogy tárjátok ki a kapukat Krisztusnak.
És még hozzátartozik, hogy a 2000-es években volt egy barátnőm, hát szerettük egymást, elég viharos kapcsolat volt, tehát annyira nem volt harmonikus, de nagyon szerettük egymást. Szerettünk volna megházasodni, már ott volt, hogy talán, hogy eljegyzés, már e körül volt. Ez 2000-ben volt, emlékszem, a jubileumban, akkor voltunk Rómában, és utána Izraelbe, mind a kétszer, amikor ott volt a pápa Rómában is, meg Izraelben is. És hát végül is úgy éreztem, hogy révbe értem akkor, mondjuk így. És emlékszem, hogy amikor ott voltunk Izraelben, 2000-ben, amikor már arról volt szó, hogy ezt a lányt megkérem a kezét, olyan boldogtalan voltam. Rettenetesen. És utána nem ment. Tehát ott is lejátszott egy ilyen, hogy ugye hát akkor próbáltam én megkérni a kezét, csak nem jött ki a hang a torkomon. Oh. Hát a lány meg mindent értette. És azóta családanya, szép családja van, szépen élnek. De akkor én ezt éreztem, nem értettem magamat sem, hogy mi történik velem. Hogy szeretem ezt a lányt, szeretjük egymást, de mégis boldogtalan vagyok, és ezért nem tudom kimondani. Hiába szeretni, nem tudom. És aztán véget ért ez a kapcsolat, sok nehézség volt itt a közösségben. Hála Istennek vannak katekétáink, akik vizsgálják a hivatásukat, van a közösségem, akik ismernek engem, mint a rossz pénzt, és hát mindig volt bennem ez, hogy jó, vagy nem mindig, de egy idő után, hogy hát talán ez a papság, talán igen, talán nem, de hát azért ez jár néhány olyan dologgal, ami szerintem én nem tudok. Tehát ez a cölibátus, de nagyon szép, biztos a többieknek. De nekem ez lehetetlen. És én mindig imádkoztam, hogy Isten mutassa meg, hogy mi az ő akarata. Ez úgy nézett ki, én minden alkalommal ezt mondtam, mennyi atyám, mutasd meg, mi a terved az én életembe, kivéve az, hogy pap legyek. És mindig így imádkoztam. És akkor volt egy olyan időszak, amikor tényleg egy furcsa időszak volt, mert én azt láttam a lelki életben, hogy vannak évek, évekig nem történik semmi, és utána egy fél év vagy egy év alatt annyi minden történik, ami 5 évre is elég lenne. És sokáig nem történt semmi, és akkor leérettségiztem, és dolgoztam, ahol informatikusként, aztán utána értelmi fogyatékosok gondozásába vettem részt, ami nagyon segített engem akkor, amikor apukám halála volt benne. Rengeteg szeretetet kaptam tőlük, és hát én mindig valahogy ez is bennem volt, hogy a festészet, a rajz, jelentkeztem a képzőművészeti egyetemre, és felvettek festőművész szakra. És, de akkor már komolyan ott volt, hogy talán az Isten hív a papságra. Egyre komolyabb volt, és volt egy olyan, van egy olyan szakasz a közösségnek, amikor elmegyünk Loretto-ba, van egy bevezetés az imádságra, katekézisek, és onnantól kezdve megkapjuk a rózsafüzért, hogy ezt minden nap imádkozzuk. És ott voltunk a Szűz Mária házában Loretto-ba, és akkor ott voltam, mert volt egy olyan tapasztalatom is, amikor apukám meghalt, hogy előtt szellemileg kezdett leépülni, és az ő személyisége tűnt el. Tehát egy agyvérzés következtében, hogy ez tovább terjedt, eltűnt a személyiség, és akkor pont úgy alakult, hogy volt viszonylag sok pénzem. És láttam azt, hogy semmire nem megyek vele. Megvertem azt, amit szeretnék, azt az órát, bármit. De az apukám személyisége eltűnik. Azt nem tudom megvenni. És volt egy ilyen tapasztalat is, és akkor volt az, hogy fölvettek a képzőművészeti egyetemre,
Hát, és akkor már komolyan jött ez is, hogy elmentünk Loretóba, és ott volt talán először, ez május környékén lehetett, hogy ott a Szűz Mária házában úgy szívemből tudtam imádkozni, hogy hát nézd, itt vagyok, hogy a part szakad. De én sok mindent csináltam az életemben, valahogy semmi se jött össze, nem találom a helyem, és hogy legyen meg Isten akarata, még akkor is, hogyha az a papság. Ez volt mondjuk májusban, és augusztusban már ott voltam egy úgynevezett együttélésen, amit a közösség tart minden évben Loreto mellett, Porto San Giorgio-ból, neokatekumenális útnak van egy központja, és ott vizsgálják meg azokat, akik a szemináriumba szeretnének belépni, hogy kik, micsodák, hogy vannak, miért vannak. Mert itt, ebben a közösségben van egy feltétele, tehát ennek ezeknek a közösségnek körülbelül 100-110 szemináriuma van szerte a világon. Aminek az a lényege, hogy a papságra való nevelés együtt jár azzal, hogy közösségbe is járnak hetente kétszer. Együtt ünnepeljük egy nagyon szép eukarisztiát a közösséggel szombat este, és hétközben meg van egy ige liturgia. De közben ugyanúgy járunk egyetemre, én Rómába, Pápai Gergely Egyetemre jártam, a szemináriumi élet is megvan, de ezzel együtt, hogy közösségbe is járunk. És ebbe a szemináriumba a közösségbe lévő fiúk úgy léphetnek be, ha vállalják azt, ez a 100 szeminárium a világ minden táján van, hogy oda mennek, ahova Isten hívja őket. Ez úgy néz ki konkrétan, van egy sorsolás, kihúznak, hogy Kinshasa, Afrika, Horváth Józsi, elfogadod? Igen vagy nem? Igen, jó, köszönjük, taps. Jön a következő, és akkor Pietro, Bangalore, India. Elfogadod? Így például Egerben is van egy ilyen szeminárium, és van egy fiú, aki azóta már Egri Egyház megyében pap, egy nikaraguai fiú, ugyanígy kihozták, mit tudom, Jorge, ő elfogadod-e, Eger Magyarország. És mondta, persze, elfogadom, de hol van Magyarország? Missziós akartál lenni igazából ezben. Hát igen, de ezek a vágyak, amikor a konkretizálódnak, azért annyira nem egyértelműek, hogy amire vágyok, azt szeretném is csinálni. És neked akkor mit húztál ki, vagy mit húztál ki? Na én semmit sem húztam ki, mert akkor úgy volt, hogy itt Budapesten nyílik egy ilyen missziós szeminárium. Ezek a szemináriumok úgy néznek ki, hogy a fele rész benszülött, vagyis helyi, kik ismerik a nyelvet, a kultúrát, nem tudom, és a többiek meg különböző országokba jönnek, és akkor úgy meg ki is volt jelölve 8 fiatal, 4 magyar, 4 külföldi, akik itt Budapesten majd kezdjük. Aztán mégiscsak valami miatt, nem tudom, úgy volt, hogy ebbe az évben nem kezdjük, majd jövőre. És addig a katekétáim pedig azt gondolták, hogy ők rómaiak, hogy ott van Rómában az első szeminárium, a legjobb, a legrégebbi, a legnagyobb, kitűnő rektor van ott, hogy oda menjek parkolóba, mondjuk így parkolóba, megtanulunk olaszul, abból baj nem lehet, és ott addig-addig vártunk, hogy megnyíljon ez a szeminár, amíg befejeztem ott a teológiát. És akkor végül is nem Budapest, hanem Egerben nyílt meg, de később. De így volt az, hogy kerültem Székesfehérvárról aztán az Esztergom Budapesti Egyházmegyébe, mert azért mégiscsak időről időre minket bemutattak az Erdő Péter bíboros atyának, meg hát én itt lakom Budapesten nagyon régóta. Tehát én gyakorlatilag a Fehérváron kezdtem a közösséget, de 3 vagy 4 év után felköltöztem Budapestre, és akkor itt Budapestnek, hát most már lassan az összes Budán, Pesten, már szinte minden kerületben laktam, úgyhogy jó múltkorjában volt, amikor 5 évig voltam Dorog, Csolnok és Huny körzetben, és egy évvel ezelőtt visszahelyeztek Rákospalotára, és megkérdezték tőlem, hogy vidék után milyen Pesten lenni. Yeah. Hát inkább Pest után milyen volt vidéken lenni. Igen, igen. Azért ismerem elég jól, és
És akkor itt ebbe a szemináriumba kerültem, ez a Római Redemptoris Mater, és hát én rájöttem egy hét alatt, hogy ez nem az én világom. Mert én ezt nagyon, sőt, szerintem az első 5 perc alatt rájöttem, hogy ez egy óriási tévedés. Olyan. Én tévedésből vagyok itt, és hát nem, nem. Akkor voltunk abban a szemináriumban 110-120 szeminarista. Tehát ez egy nagy szeminárium, nagyon nagy szeminárium. És el kellett kezdenem tanulni. Egy kicsit tudtam olaszul, és akkor ott mondták, hogy két választásom lehet, vagy most egy intenzív olasz nyelvtanfolyam, és fél évbe kezdem, vagy egy év múlva kezdem az egyetemet, vagy elkezdem az egyetemet, és mellette csinálom az olasz tanfolyamot. Hát én ezt választottam, mondom, hogy minek vesztegessük az időt. Nem biztos, hogy olyan jó választás volt, mert elkezdtem olaszul filozófiát tanulni, és közben nem értettem a nyelvet. És akkor délutánonként még voltak a nyelvórák, tehát elég nehéz volt. És hát ez a szeminárium, én mindig, amikor nyári szünetről, vagy téli szünetről visszajöttem, ilyen gombóc volt a gyomromba, és akkor mondtam is, hogy az első hét, két hét után rájöttem, hogy itt ez tévedés van, és mentem a rektorhoz. Hát, hogy haza szeretnék menni. Mondta, hogy nincs semmi gond. Claudiano Strazzari, azóta is ő a lelki vezetőm. Nagyon jóba vagyunk. És mondta, nincs semmi gond, nyugodtan hazamehetsz. Csak előtte 3 napig imádkozz. 3 nap, 1/4 órát imádkozz az oltári szentség előtt, és akkor utána mondd meg, hogy mit mondott neked Jézus. Ilyen viszont. Visszamentem hozzá, rám néz, mit mondott? Hát mondtam, hogy meg kell házasodnom. Menjél tanulni. És akkor így jó, megyek tanulni, és egy hónap múlva megint előjött ez. Hát, ez egy tévedés. Megint bementem hozzá. De hetente, gyakorlatilag hetente beszéltünk vele, akár 1 percet, akár 5 percet, vagy akár 1 órát. Az ő irodája mindig nyitva volt reggel 7-től este 7-ig. Vagy a szeminaristáknak, vagy már a felszentelt papoknak, vagy más embereknek, akik tanácsért jöttek, egész nap, és mindig sorbanállás volt ott. Mindig. És megint mentem hozzá, mondta, nincs semmi gond, nyugodtan hazamehetsz, nincs ezzel probléma, csak menj az oltári szentség elé imádkozni. Utána mondd meg, mit mondott Jézus. Viszont, na mit mondott? Hát, hogy házasodjak. Menjél tanulni. És akkor, akkor elmúlt ez a krízis, mondjuk. Egy hónap múlva megjött a következő. Megyek hozzá. Hát, én haza akarok menni. De semmi gond. Nyugodtan. Csak menj az oltári szentség elé. Imádkozzál, és mondd meg, mit mondott Jézus. Visszamentem én 3 nap múlva. Benyitjuk az ajtón, rám nél, menjél tanulni. És akkor így ezek a krízisek, ami szerintem nagyon normálisak, ott kitűnő papok voltak. Valóban szent papok. Tehát egy olyan szerencsés voltam, hogy szent papokkal voltunk körülvéve. Az egyik lelki atyánk az a Karol Wojtylának volt a osztálytársa és jó barátja. És fantasztikus emberek voltak, akik ott körülvették, de nagyon-nagyon jó környezet volt, nem volt egyszerű. Se a tanulás, se a többiekkel összecsiszolódni, hát itt egy ilyen nagy szemináriumban az ember valamit akar, a 100 emberen keresztül kell vinnie, akik mást akarnak. De valahogy egyre világosabb és egyre erősebb lett bennem, hogy az Isten valóban a papságra hív. És amikor emlékszem, én ott voltam az első év elején, ősszel volt diakónus szenttel és a Szent János Bazilikában, és akkor még a római vikáris, az a Ruini bíboros volt, és őneki volt egy beszéde, és akkor amikor ez a diakónus szentelés van, azért az nem csak a diakónusoknak szól, hanem a szeminaristáknak is. Ott voltunk a szemináriumban, egy nagyon szép,
ünnep, vagy a Szent János Bazilikában nagyon szép ünnep volt, és akkor ő mesélt arról, hogy a szeminárium az annak az ideje, amikor szerelembe esünk Krisztusba. Megszeretni Krisztust, komolyan. Ennek az időszaka. Hallgattam, jó. De tényleg, és nagyon-nagyon hálás vagyok. És azt gondolom, hogy ez a szeminárium volt az, ezek a lelki vezetők és a rektor, akik, hogy is mondjam, engem, mint személyiséget összeraktak. Kompakt. Ezt úgy tudnám elmondani, mint amikor van egy Rubik kocka. Mindenféle színek mindenhol vannak, hát az megvan nagyjából. És ott ezt kirakták. A Szentlélek segítségével az biztos, meg az is, hogy én amikor a szemináriumot ott befejeztem, akkor azt gondoltam, hú, hát ez nagyon nehéz volt. Akkor ez a formáció, ez a nevelés, ez véget ért, és akkor Esztergomban az egyik apácom mondta, ó, kisfiam, ezt te csak képzeled, hogy véget ért. És igaza volt, mert ez folytatódik azóta is. És akkor volt az, hogy ugye amikor én oda kerültem, én római egyház megyés szeminarista lettem. Tehát minden papírom, minden, amit csináltam, az a római egyház megyéhez kötött. Ott tanultam, ott végeztem el a teológiát. Ez a szeminárium, a Redemptoris Mater, ez a római egyház megyének a szemináriuma. És hát közeledett ez az időszak, hogy van egy ilyen vizsga a diakonátusra, amikor eljöttek az út kezdeményei, Kíkó, Kármen, meg még pár papok, és akkor kérdezgetnek, vannak ilyen kérdéseket, megvizsgálják, hogy illetőnek tiszta a szándéka, megkérdezték a római közösségemet, hogy mit gondolnak rólam, hogy alkalmas vagy méltó vagyok-e a papságra, tehát van a keresztény közösségnek egy tanúságtétele, hogy azt gondoljuk, hogy Isten segítsége ebből az emberből lehet pap, vagy nem, mert hát olyanokat csinált, hogy szerintünk inkább jobb várni legalább. És de a lényeg az, hogy ott úgy gondolták, hogy engem a diakónus szenteléssel lehet bocsátani, de hát volt egy probléma, nekem a problémám. A katekétáim mindenképp azt szeretnénk volna, hogy jöjjek vissza Budapestre. A bíboros atyának mindig mondták, hogy van egy-két szemineristája, és akkor velem, vagy én egy másik fiúval együtt jöttem vissza, aki ugyanúgy ott volt. A másik pedig az, hogy az én anyukám egyedül van, beteg, egy skizofrén paranoiás beteg. És egyedül van, és mondom, Róma tele van papokkal. Magyarországon nem sok van. De az még hagyjám, de itt van az anyukám egyedül. Tehát, hogyha én Rómába fölszentelek, én nem fogok tudni, hazáján nem fogok utána nézni. És aztán így, mert ott fel lett adva nekem a kérdés, hogy mit akarok. Hogy Rómába szenteljenek, akkor római pap legyek, vagy visszatérek Budapestre, és akkor itteni pap legyek. És hát én ezt igazából anyukám miatt azt mondta, hogy nem, jöjjünk vissza. Mikor ezt a kis János atya a fehérvári plébános meghalott, akkor nagyon, kisfiam, hát ez nagy butaság volt. Ez nagyon nagy butaság. Istenem. De János atya egyébként ez egy nagyon meleg szívű ember volt, amikor mellette diakónusként voltam, ezt el kell mondanom. Fantasztikus volt, olyan volt az ember, mintha az ősegyházba találta volna magát. Az ősegyházban nem volt misekönyv, nem volt leírva semmi. A papok fejből mondták a misét, az evangéliumot, a prefációt, és kis János atyának nagyon rossz volt a szemet, egy A4-es papírra volt egy könyör is kiírva, de akkor ilyen 10 centis betűkkel. És amikor ő például az evangéliumot olvasta, azt nem olvasta. Az összes evangéliumot fejből tudta. De amikor úgy érezte, néha kiegészítette. És ugyanígy a mise alatt is, ő nem látta már azt, ami a mise könyvben van. Fejből mondott mindent, és amikor úgy érezte, hogy arra szükség van, kiegészítette. Tehát ilyen nagyon... És akkor...
ővele volt még egy ilyen nagyon kedves történetem, hogy mindig, amikor hazajöttem nyári szünetben, bejelentkeztem hozzá, János, hogyha itt vagyok, hogy vagyok, mint vagyok, és ő nagy dohányos volt. És akkor egyszer megkínált cigarettával, mondtam, hogy hát János, hogy én leszoktam, kisfiam, mi történt? És akkor mondom, hát volt egy ilyen a nagybőjt, és hát ez egy ilyen felajánlás volt az én részemről böjtősként, hogy nem cigarettázom, és igaz, hogy vége a nagybőjtnek, de most már ezt folytatom, és akkor mondtam, de hát kisfiam, nagybőjtnek vége, vissza lehet szokni. Tehát egy ilyen nagyon, nagyon közvetlen, nagyon szívélyes ember volt, szívélyes pap, és őnála volt, és ezen a plébánián van a mai napig ez a kis közösség. Nagyon érdekes ez a kis közösség, ez a fejvári közösség, mert nagyon kevesen vannak, ugye 32 éve kezdtük, kicsi kis közösség, és ebből a kicsi közösségből 4 pap jött ki. Ez a kicsi azt jelenti, hogy 12-en, 13-an vannak. 4 pap. És szóval akkor ott, ez 2005-ben volt? Sajnálom, nem tudom. Nem. 2010-ben fejeztem be Rómában a szemináriumot, akkor jöttem haza, és akkor jelentkeznem kellett az Esztergom Budapesti Egyházmegyébe, és akkor hát átvettek, és akkor egy évig tanultam, egy évig voltam az esztergomi szemináriumba, de közben már, mivel a teológiát befejeztem, akkor már licenciára följártam ide a központiba. Tehát ilyen kétlaki élet volt, és akkor utána pedig egy évig voltam diakonus Esztergomba. És utána 2012-ben szenteltek fel. És akkor elkezdted itthon a szolgálatodat? Így van, így van. Bosnyák téren voltam 4 évig káplán, Pest-Szentlőrincen voltam plébániai kormányzó 1 évig, akkor utána kineveztek Dorog, Csolnok és Uny erre a részre, a végül már csak Dorog maradt meg, itt voltam 5 évig, akkor 1 évig voltam Rákospalotán, a MÁV telepen, és akkor most itt vagyok a Szent Ritában. Mit jelent Szent Ritánál szolgálni? Azért Magyarország egyetlen Szent Rita temploma. Járták Kassába már, erről beszélgettünk. Így van, így van. Jártam még szeminarista koromban, jártunk ott a szeminarium a Kassába, és hát Szent Rita ez a, tudjuk, a lehetetlen ügyek szentje. Abszolút neked való. Az biztos, mert emberileg nézze, mert ez is egy lehetetlen ügy volt, hogy nem az, hogy pap leszek, de hogy felnövök, vagy felnőtt ember leszek, vagy felnőtt keresztény. De itt ez nagyon jó. Ez Szent Ritához, én most voltam covidos, 10 napig be voltam zárva a szobámba, de láttam, hogy jönnek az emberek. Ott a szobámból ki lehet látni az udvarra, és akkor látom, hogy kik jönnek, mennek. És ez nekem egy nagyon-nagyon jó érzéssel tölt el, hogy mennyi sok ember jön Szent Ritához imádkozni. Úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy az Isten idehozott engem. Mindenképp. Aztán az Isten tudja, hogy mi a terve velünk, de én nagyon hálás vagyok az Istennek. Elég hosszú és kacskaringós út volt, és egyébként így a közösség, hogy helyeznek ide-oda, ez hogy követ, vagy ez hogy működik itt a neokatolikus mozgalomban? Tehát, hogy ez megmaradt egy fix bázis, vagy... Tehát mindenképp megmarad a közösségem, az a közösség, ahol én járok. Uh-huh. Ez megmaradt, én oda járok vissza. Ha tegyük fel, én valahol felelős beosztásban vagyok, mint plébános, vagy mint plébániai kormányzó, hogy itt most plébános vagyok, akkor utána, ha a hívek kérik, ha a környezet olyan, esetleg lehet kérni egy katekézis sorozatot, tehát ez úgy néz ki, hogy mindig a plébános hív egy katekéta csoportot. Akkor van egy 6 vagy 7 vagy 7-es ilyen katekézis sorozat,
amikor, hát ez egy ilyen bevezető katekézis sorozat, amit hallgatnak ott az emberek, és hogy ha akarnak, akkor elindulnak ezen az úton, alakul egy kis közösség. De nekem mindig megmarad az eredeti közösségem. Tehát én mindig oda járok vissza, de épp úgy például tartom a kapcsolatot azzal a közösséggel is, ahova Rómába jártam. Úgyhogy őket is fárasztom. És mondtad, hogy tanulsz is még. Így van, így van. Ugye itt a Pázmány HTK-n, hittudományi kar, itt doktoráltam, hát ez igazából dogmatika lenne, de egy liturgikus teológusból, Salvatore Marcel, egy bencés szerzetesnek az írásaiból, aki a Rómában van a Szent Anselm Egyetem, ahol van a liturgikus intézet, és az egyetem kezdetektől fog mondjuk így liturgia felé orientálódott, ugye az egy bencés egyetem, bencések tartják fenn, és a liturgikus mozgalomnak az egyik fő, hanem a legnagyobb mozgató ereje, az a bencés rend volt. És ő ott volt, hát tanszékvezető, és főleg az eukarisztia témája volt az, amiben ő nagyon nagy szaktekintély volt, nagyon nagy tudós, és ez az eukarisztia iránti szeretet, ez megmaradt bennem azóta is, hogy református koromban akkor szerettem volna menni áldozni, amikor még nem lehetett, és ez megmaradt, és akkor itt ebből írtam egy doktorit, és amikor volt a COVID, ez az időszak, amikor minden le volt zárva, egy barátom, aki a fehérvári közösségből származik, és pap, ő kiküldte a püspöke, ugye ő is Egerbe volt a Redemptoris Mátrában, és kiküldte a püspöke tanulni Rómába, a Szent Anselm Egyetemre. És ahogy beszélgettünk, ő is belefutott abba, hogy COVID van. Tehát ott volt Rómába, de számítógépen keresztül követte az órákat. És akkor mondom neki, olyan jó lenne tanulni még a liturgiát. És akkor beszélgettem azzal, aki a Kajtár Edvárddal, aki itt volt a témavezetőm, és mondta, hogy te figyelj, Magyarországon nincs már rendén magasabb szint, vagy az Egyesült Államok, vagy még a római, ahol ő is tanult, a Szent Anselm a legjobb. Mit csináljunk? De jött a COVID. És akkor mindenki átállt online oktatásra, a Szent Anselm Egyetem is. És akkor az András, a barátommal, akkor megkérdeztem, hogy hát... És valahogy ő mondta, de figyelj, próbáld meg, hát online oktatás van. Mondom, hát megpróbálok, írtam egy levelet, tette rá, jött a válasz, hogy persze némi pénz fejében, mert ugye Rómában, Olaszországban mindenért fizetni kell, ott nincs semmi sem ingyen, de be lehet kapcsolódni, mint vendég az ottani oktatásba. És hallgattam az órákat, és akkor utána ugye van a licencia, ez az a szint az egyházi oktatásban, ami a master és a PhD között van. Ez a licencia. És igazából én ezt a licenciát hallgattam, és valahogy jött, hogy de hát nekem már van egy doktorim, és mi lenne, hogyha én bekapcsolódnék ebbe az oktatásba, és akkor rendes diák lettem. Megkaptam az én számomat, egy ilyen kis kártyát, egy rendes diák, nagyon büszke vagyok rá. És elkezdtem ezt az oktatást, és mondom, ennyi pénzt fizetek, nem keveset. Akkor már legyen valami kézzelfogható nyoma, akkor szeretnék vizsgázni is. És mivel minden online, nem? Akkor lehetett vizsgázni, sőt, csak az volt online vizsga. Mondom, legalább ennyi legyen. De hát akkor mégiscsak, hogyha már tanulok is, vizsgázok is, akkor esetleg erről valami papíros, hogyha az ember szerezne. És az egyik tanárnak egy előadása után, ki beszélt arról, hogy valamelyik diáknak ez a bolond ötlete támadt, és nekem ez a bolond ötletem támadt, hogy mi lenne, ha doktorit is megcsinálnám. és írtam az illetékeseknek, és végül is kiderült, hogy a Pázmánynak a doktoriát ők elismerik. Tehát egy csomó mindent, vannak ilyen kiegészítő tárgyak, amiket el kell végezni, meg nyelvek, meg a latin, meg a görög szuperfelsőfokon, de gyakorlatilag
be tudok illeszkedni ezzel az itteni doktorimmal az ottani doktori iskolába. És én nem tudom, hogy csinálta az Isten, de a lényeg az, hogy másfél év után ott találtam magam, hogy a doktori iskolába kezdek el kutatni. És az az érdekes, hogy két évig hallgattam az órákat, ami ennek a licenciának, ami igazából a gerincennek az oktatásnak, és gyakorlatilag ezzel alatt a két év alatt szinte mindent meg tudtam hallgatni, ami engem érdekelt, ami jó volt, és ahogy már végig hallgattam az összes oktatást, abban a pillanatban pang, megszűnt az online oktatás. És akkor gyakorlatilag ez van, hogy van egy téma, amit most kell majd beadnom, ezt jóvá kell hagyatni, és hogyha ez megvan, akkor ezt az első fejezetet kidolgozni, ha azt megvédtem, akkor utána jön a többi, tehát ez még egy pár év, de hát gyakorlatilag működik. Hogyan lesz abból, hogy nem szerettél tanulni, most meg már a második doktoridra kész? Én mindig, amikor ilyen fiatalok vagy gyerekekkel találkozom, akik nem szeretnek tanulni, akkor mindig mondom neki, figyelj, én megértelek, de munka mellett tanulni sokkal rosszabb. Meg azért én, amikor elkezdtem a gimnáziumot is, akkor én gyakorlatilag 16 éves koromtól 22 éves koromig segédmunkásként dolgoztam. Építkezésen vagy ott, utána betanított munkás voltam szalagon, három műszakba, inkább tanuljon az ember. Én nagyon becsülöm a kétkezi munkát, az én szüleim, apukám is teherautósofőr, de ha valakinek van esze és tehetsége, tehát nem ugyanaz. És ez a tanulás is, hát nem én találtam ki, de örülök neki. Én is örülök neki, hogy eljöttél hozzánk, és hogy megismerhettük ezt a nem mindennapi életutat, amire Jóisten meghívott, és reméljük még sok minden áll előtted. Hát, és az a 12 év papság, na! Erről majd legközelebb beszélgetünk. Majd egyszer. Az legalább ennyire érdekes volt. Hála Istennek. Akkor folytatjuk majd. Most köszönöm szépen, mára ennyi fért a műsoridőnkbe. Én is köszönöm. Úgyhogy köszönöm önöknek is, hogy velünk voltak, és reméljük hamarosan folytatjuk majd addig is. Viszontlátásra, dicsértessék a Jézus Krisztus.